Hivatalosan közel egy hónapja, szeptember 15-én indult el a fűtési szezon. A Nyírtáfő Kft. Az azt megelőző hetekben ellenőrizte le a rendszer működését. A hálózat nyári felújítási és karbantartási munkálatait követően az elmúlt hetekben megkezdődött a hibahelyek felmérése és kijavítása is. A távhővel fűtött ingatlanok nagy részében már elindult a szolgáltatás, mondta el a társaság ügyvezető igazgatója. Nyíregyházán 16 000 lakossági fogyasztó és mintegy 1000 közület intézmény van, akinek szolgáltatunk melegvizet és fűtést. Ezek közül már ennek a lehetőségével 13 100 lakás elindult, vagy fűtünk már a mai nappal, és mintegy 180 közület intézmény, aki élt ezzel a szolgáltatással, tehát 80-85%-a a fogyasztóinknak már igénybe veszi a szolgáltatásunkat. Nyilván ez annak köszönhető, hogy a napi átlaghőmérsékletek azok folyamatosan csökkennek, bár egy kora őszi idő van még most is, de azért már hűvösebbek a hajnalok, úgyhogy már 4 napja kb. 16-17 fok a külső átlaghőmérséklet, ami bizony a reggeli órákban igényelheti azt, hogy szolgáltassunk. Ebben az időszakban naponta akár 30-40 ingatlanhoz is kiközvetítik a szolgáltató munkatársait, gyakoriak ugyanis a fűtőtestek meghibásodásai. Ez általában amiatt következik be, mert nyáron sokan nem zárják el a radiátorok szelepeit, vagy éppen leragadnak a lezárt szelepek. Az ügyvezető igazgató elmondta továbbá, évről évre csökken a lakossági tartozások mértéke. Amíg 10 évvel ezelőtt ez akár az 1 milliárd forintot is elérte, mára ez kevesebb, mint harmadára csökkent. Nyilvánvalóan nagy mértékben hozzájárul ehhez a háromszori rezsicsökkentés, ugye, ami miatt a fogyasztóink gyakorlatilag 2012-es ármegállapítás során alkalmazott áron fizetnek, illetve a rezsicsökkentéssel csökkentett áron. A másik pedig az, hogy a hőszigetelések, illetőleg a globális felmelegedés, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy egyre kevesebb a hőfelhasználás, valószínűsíthetően könnyebb ezeket a számlákat már úgymond így kifizetni. A másik pedig, hogy nyilvánvalóan egy tudatos behajtási tevékenységet folytattunk, hogy esetleg akik feledékenységből, akik hanyagságból nem fizették, azokkal tudjunk időben figyelmeztetést adni, illetve akik önhibájukon kívül estek ilyen problémába, hogy nem tudják a számlát fizetni, azoknak pedig segítséget nyújtunk. Nyilván alapítványokon keresztül. Azoknak a felhasználóknak, akik még nem igényelték a szolgáltatást, a Nyírtáfő weboldaláról letölthető fűtésindítási dokumentumot kell kitölteniük. A nyomtatványt a közös képviselő aláírásával kell eljuttatni a társasághoz, ezt a járványhelyzet miatt érdemes ezúttal elektronikus úton megtenni.